Királyházáról annyit kell elmondani, ez egy nagy község, közel 10 000 lakosú község királyháza, amelynek 100 református tagja van, és körülbelül 400-500, nem tudom pontosan hány római katolikus tagja van, akik magyarok, akik tulajdonképpen mint itt kisebbségben élő magyarjaink. Az egyházközség egy olyan egyházközség, én mindig magamban így fogalmazom meg királyházával kapcsolatosan, hogy elöregedő, mert leginkább az idős nyugdíjasok vannak, akik alkotják a gyülekezet, de mégis egy élni akaró gyülekezet, hiszen ahogy látják ezt a templomkertet, ez mind a gyülekezetnek az összefogásából készült el, épült fel, akkor, amikor oda kellett állni, akkor senki nem húzta ki magát. Persze a templomunk felújításába az egyházkerületünk támogatásával jutottunk, akik az elmúlt esztendőkbe sikerült felújítani, a jégverés után a tetőt kicserélni, és a belső munkálatokat is elvégezni a magyar kormánynak a támogatásával, amiért nagyon hálásak vagyunk. Istennek különös ajándéka ez számunkra, és ezt tapasztaljuk, hogy gondoskodik az övéiről, ígéretet tett, hogy nem hagy el, és ez nem csak szó, hanem valóban megtapasztalt dolog, és amiért nagyon hálásak vagyunk. A másik községek, Tekeháza, Királyháza a magyarság szempontjából kicsit többen vannak, többen vagyunk, de a község is kisebb. Tekeházán 217-en vagyunk a választók névjegyzékébe. Ott sajnos, mint hogy itt sem, nem működik magyar iskola, de 2002-ben valamikor az egyházon belül indítottuk el a magyar oktatást, és akkor a hitoktatóval, a kántorral felváltva tanítottuk a gyermekeket magyarul írni, olvasni. Azóta már kinőtte magát, és most ugye a KMPS-nek a közreműködésével, koordinálásával folyik a magyar oktatás. Itt Királyházán is vannak gyerekek, akik fontosnak tartják, hogy az anyanyelvöket megőrizzék, és mivel hogy nincs magyar iskola, ezért így próbáljuk elsajátítani a magyar nyelvet, a történelmet, hogy a jövőbe is beszéljenek a gyermekek magyarul. A hittanórákon magyarul folyik az oktatás, bár sajnos vannak olyan gyerekek, akik nem tudnak magyarul, de mivel nekünk az első feladatunk az evangélium hirdetése, ezért ezt ukránul is elmondjuk, de ez nem azt jelenti, hogy akkor mi nem akarjuk, hogy tudjon a gyermek magyarul, hanem azt jelenti, hogy szeretnénk, hogyha ő is megismerni az Istennek a felséges dolgait.